Amikor a színpadon táncolsz, akkor nagyon jó érzés, amikor tapsolnak. Akkor érzed, hogy amit te csinálsz, az az embereknek tetszik, azt élvezik, és amikor megy ki a színpadra, akkor élvezettel táncolsz. Kis Nikolett több mint 20 éve táncol, ebből 15 évet a balettnak szentelt. Az első táncórákat az Ungvári Művészeti Iskolában vette, ahol hamar beleszeretett a klasszikus balettbe. Kislányként arról álmodozott, hogy balerina legyen. Kárpátalján akkoriban nem volt elterjedt ez a műfaj, így álma megvalósítása érdekében 15 évesen egészen Kijevig utazott. Amikor kicsi voltam, és a szüleim elvittek a tánciskolába, én már akkor nagyon szerettem táncolni, és amikor közeledett az idő, amikor választani kellett, hogy hova tovább, akkor sok minden megfordult a fejembe, de valahogy a tánc az jobban hozott. 6 évesen kezdtem el táncolni az Ungvári Művészeti Iskolába, 7 évig táncoltunk néptáncot, modern táncot, és utána már spiccipőre álltunk, és próbálkoztunk ott is táncolni egy kicsit. Azon 9. osztály után Kijevbe felvételiztem, 4 évet tanultam ott, és sikeresen befejeztem, és balettáncos lettem. Tanulmányom után hazatértem, és ősszel volt az első turném. Az első lengyel turném után lett egy kislányunk, Katica, és amikor ő 8 hónapos volt, visszaálltam a munkába. Utána már voltunk velük Franciaországban is voltunk, Olaszországban, Spanyolország, Portugália, Indiában is voltunk, ott pedig már a diótörőt is előadtuk, klasszikus baletteket. Nikolett vágya, hogy a balettet minél többen megismerjék és megszeressék. Ennek érdekében egy ungvári stúdióban kezdett el dolgozni 6 évvel ezelőtt. A NEBO-ban jelenleg 4 korcsoporttal foglalkozik, igény esetén pedig külön órákat is tart. Az elején csak gyerekeket tanítottam, és már 3 éve van felnőtt csoportom is. Járnak hozzám kicsik is, 3 éves kortól jönnek. 3-4 évesekkel egyenlőre csak foglalkozunk ilyen gyerektáncokat, ismétlős táncokat, amit ismételnek utánam. Egy kis gimnasztika van nekünk benne, és kész, egy fél órás órát tartunk általában kicsiknek. Az 5-6 évesekkel már kicsit könnyebb, mert értik, hogy mit szeretnék tőlük, és az ők már úgy, ahogy próbálják utánozni, meg megtanulni a táncokat. A nagyobbakkal pedig már a legkönnyebb. Attól függ, hogy milyen a gyerek. Hogyha olyan, hogy úgy van megtanítva, hogy tűr, és amit szeretne, ő azt eléri, akkor könnyű velük. De akik sajnálják magukat, a fájdalmat nem bírják, akkor azok sajnos nem fogják elérni céljaikat. Van egy pár példa rá, hogy a balett igenis rehabilitációs célba is használható a gyerekeknél. Sokan jönnek úgy hozzám, hogy szeretnének lefogyni, vagy formába hozni testüket, és a balett ez segít nekik. Úgyhogy az óráinkat mindig a korlátnál kezdjük. A korlátnál vannak a klasszikus balettnek a lépései, amiket megtanítok a felnőtteknek, és utána pedig, ahogy már az izmaik bemelegedtek, készek a nyújtáshoz, akkor már az óra másik felét nyújtással töltjük. Hogyha valaki szeretne tovább úgy balettozni, hogy színházba is táncolni, annak muszáj gyerekkorától elkezdeni. De aki magának, hogy jól érezze magát, az jöhet akármikor. Nincs korhatárhoz kötve. Nikolett elmondása szerint a tánc a pillanatnak szól. Felemelő érzés a színpadon állni, majd az előadás után a közönség szemében a csodálatot látni. Amikor a színpadon táncolsz, akkor nagyon jó érzés, amikor tapsolnak. Akkor érzed, hogy amit te csinálsz, az az embereknek tetszik, azt élvezik, és amikor megy ki a színpadra, akkor élvezettel táncolsz. Nem úgy, hogy most azták, hogy menj ki a színpadra és táncold el, és neked ezt el kell táncolni. Hiába fájnak lábaid, vagy még valami, de a lelkedbe érzed, hogy ez a tiéd. Te ezzel élsz, hogy neked ezt át kell adni a nézőknek, amit te táncolsz, és ez olyan jó érzés.